Kerepesi Forrás Kórus, így a zene világnapján, ugye most megörvendeztette a kerepesi lakosságot, remélem, az énekével, és már azért több mindenhol jártunk, így megmutattuk magunkat, voltunk Horicében, a testvérvárosban, és a horicei koncertek nagyon-nagyon jól sikerültek, júliusban jártunk ott, július elején, a alpolgármester úr Kiskároly kísért minket kedves nejével, és három remek jó kis koncertet adtunk Horicében. Ebből az anyagból énekeltünk most is így a zenei világnap alkalmából, és voltunk még az első évben, mikor megalakultunk, mert hát idén vagyunk 3 évesek, tehát ez egy jubileumi alkalom is ez a zenei világnap, mert tulajdonképpen szeptember 15-én alakultunk 3 évvel ezelőtt, úgyhogy majdnem egy születésnapi parti is ez a mai este. És a Felvidéken, Nyitra mellett voltunk egy kórusfesztiválon, az volt az első ilyen közös utazásunk. Itt Kerepesen többször megmutattuk már magunkat, aki karácsonyi koncerten járt a templomban, ő hallhatott már minket. Volt évvégi, évzáró koncertet is adtunk itt a műfázba 2 alkalommal, hogy most már többször láthatta a kedves közönség, hogy a kórus fejlődik és gyarapodik. Most már majdnem közel 40-en vagyunk, hát ma nem volt itt mindenki, de egy 30-35-40 körül van az állandó létszámunk, és Kerepes és vonzás körzete, de hát ez a vonzás körzet annyira messze nyúlik, hogy még Őrbottyánból is van énekesünk egyébként, akik szívesen jönnek és danolnak. Teljesen amatőr énekeseink is vannak, akiknek semmiféle zenei előképzettsége nincsen. Vannak zenetanárok, régi zenetagozatosok, régen kórusban énekeltem az iskolában, felütéssel érkező énekeseink, úgyhogy ez egy nagyon sokszínű csapat, de egy nagyon jó kis közösség, és évről évre gyarapodunk és fejlődünk, hogy most már nagyon szép dolgokat meg tudunk oldani, és hát Szerekovány János művész vendégünk, aki rendszeresen énekel a női karral, nagy örömmel működünk vele együtt, mert az a lányoknak is, már nekünk is egy nagy élmény hallani egy ilyen fantasztikus művész, és most ma este Ács Ferenc trombita művész és Zsolja Visszó Dóra fubola művész is velünk muzsikált. Nagyon szórakoztató, kellemes időtöltés volt velük a munka és a próba, amit rászántunk, és reméljük, hogy ők is élvezték, és így egy örömteli pillanatokat tudtunk szerezni a kerepesi közönségnek. Régi zenétől a 20. századig modern zenéig, filmzenéig több mindent hallhattunk, énekeltünk kánonokat, kortárszerzőtől reneszánsz kánont, énekeltünk motettát, madrigált, Bach híres G-dur menüetjét swingesítve, egy 17. századi intrádát szintén swingesítve, kortárs zeneszerzőtől Dona Nobis Pácemet hallhattunk egy filmzeneszerzőhölgytől, megszólalt a Liber Tango Piazzolától fuvolán és zongora kísérettel, Erker Hunyadiából is hallottunk egy áriát Jánostól, egy nagyon színes műsorunk volt. Sárpentyé Tedeuma, ami egy összmű volt, ugye ott mindenki közreműködött, és egy híres zenei sláger. Úgyhogy egy eléggé nagy repertoáron mozogtunk, és hát a Volt egyszer egy Vadnyugattal búcsúztunk itt, meg egy kis jazz kánonnal, úgyhogy szerintem minden korosztály megtalálta magának való kis darabot a műsorban, ami hozzá közel állt az ő lelkét, megérintette a mai este. Thank you.